legalagonyabb bohócot a Jorgos szülinapjára azért hívtuk, mert ő a legjobb bohóc Magyarországon. Mindenkinek ajánlom, isteni bohóc. Féltem egy kicsit a bohóc ötlettől, mert már sok ilyen produkciót láttam, ami nem kifejezetten jó. És akkor erre belépett valahogy a... Olyan élményben volt részünk, még soha. Én soha olyan varázslatos mosolyt nem láttam Benni arcán, amit akkor, amikor Galagonyára nézett, amikor megtáncoltatta. Nagyon fontos, hogy nem énekel hamis, nem össze-vissza megbízható, és egy olyan produkció nyújt, ami úgy kerek. Kedves volt, aranyos volt, táncolt, énekelt, megmozgatta az egész csapatot, a felnőtteket, gyerekeket, mindenkit, nagyon jó hangulatot varázsolt. Amikor már égett a ház, mert a 13 gyerek szétrúgta, és az ágyunk tetején ugrált mindenki, akkor egy hatalmas segítség. Én nagyon-nagyon szuper volt a lufi hajtogatás, és még a vendégletnénk is azt mondták, hogy hihetetlen kedves Galagonya, hogy már rengeteg bohócot láttak, de hogy ő mindent. Én nagyon rég nem nevettem ennyit, komolyan mondom. Annyira szuper volt. Nagyon. Mi tetszett a legjobban? Hát ez az, hogy visszajött a gyerekkorom. Azt hiszem, hogy ha nekem lett volna ilyen 8. születésnapom, mint amilyet most a kislányomnak sikerült nyújtani Galagon által, én lettem volna legboldogabb kislány. Úgyhogy én nagyon örülök a döntésemnek, és nem bántam meg egy percet sem. Mindenkinek csak ajánlani tudom, mert jó, tényleg nagyon jó.